Kapos Kórus ünnepi hangversenyére invitálta a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola aulájába mindazokat, akik szerették volna velük ünnepelni a formáció 50 éves jubileumát. Maga az szám magáért beszél, 50 év. Mi ezt úgy hirdettük meg, illetve úgy tűztük ki ebben az évben célul, hogy 50 év, 5 koncert. Ezzel ünnepeljük ebben az esztendőben a Kapos Kórus 50 éves jubileumát, és az elmúlt 50 évből válogattuk a mai koncertműsort, a régi karnagyok által is dirigált művekkel vegyítve, valamint a testvér Mecsek Kórus, illetve a Gyergyószentmiklósi Kórus repertoárjából válogattunk hozzá közös darabokat. Nyilván az előző közös munkáknak a gyümölcse ez. A Kapos Kórus immáron harmadszor járt Gyergyószentmiklóson, és abból a közös műsorból, amit ott is kiválogattunk, abból választottuk az ünnepi műsorra a közös számokat, valamint a Mecsek Kórus 65 éves jubileumát megelőzőleg is sok közös projektbe vettünk részt, mint a Verdi projekt, vagy Kodály Missa Brevis című művének előadása, amely itt Dombováron is 5 évvel ezelőtt megszólalt, tehát a közös munka az több évre visszamenőleg ugye jellemzi a kórusokat, és így alakult ki a közös repertoár természetesen a kollégákkal, karnagy kollégákkal egyeztetve. Korábbi kiváró karnagyok, az alapító Kovács Ildikó és Kertész Attila, Liszt-díjas karnagy mellett Tillai Aurél, Kossuth-díjas, a kórusmozgalom nagy ikonja is emlékezetes élményt adott szereplésével a nézőközönség számára. A jubileum alkalmából többek eddigi munkáját emlékplakettel ismerte el az 50 éves Kapos Kórus. Nyilván az emlékplakettek hát ahogy a neve is mondja, emlékként és megemlékezés, illetve elismerés a kórusban végzett munka kitüntetése tulajdonképpen 20 év és a felett. Ugye 50 év azért ember öltőben is az már két generációnak számít, két ember öltő az 50 év, és 20 év az a vízválasztó, aki már 20 évet valahol akár sportban, akár zenében bárhol eltölt, az már egy szép szám, és az azt hiszem, hogy az megemlékezésre ad okot. A fél évszázados fennállását ünneplő Kapos Kórust az ünnepek alkalmával hallhatja legközelebb a közönség egy nagyszabású koncert keretében. Karácsonyra készülünk, még nyilván az lesz az 50 év, 5 koncertjének az utolsó, ebben az évben az utolsó szereplésünk. Jelen pillanatban december 19-én a Római Katolikus templomban az időpont este 6 óra, ahol újra hallhatja a közönség, természetesen más műsorral, karácsonyi műsorral kedveskedünk a közönségünknek. Minden jubileum nagyon fontos, de azt gondolom, hogy ez 50 év, ez nagyon nagy eredmény. A Kapos Kórus 1972-ben kezdte meg a működését. Nyilván nagy öröm a város számára, hogy ma is aktívan működnek, és én nagyon nagy öröm, hogy a pandémia idején, amikor több közösséget kikezdett ez a járvány, akkor is meg ők inkább erősödtek, hiszen a mai nap is látszik, hogy hiánytalanul megvannak, és ugyanaz az életörömmel űzik ezt a mesterséget, mint tették annak előtte. Nagyon örülök annak, hogy Gyergyószentmiklós település kamarakórusa is részt vesz a rendezvényen, hiszen 2020-ban nem sikerült megkötnünk a testvér települési szerződést, csak 2021-ben, de remélem, hogy már többet az életben ilyen akadály nem hárít előnk az élet, és bármikor találkozhatunk testvér településén kamarakórusával, vagy akár az önkormányzati delegáció is talán az idén ki tud menni a Szent Miklós napi ünnepségre.
akik tiszta szívből kívántak minden jót a dombovári együttesnek. A dombovári formációnak már több közös projektje volt az idén 65 éves fennállását ünneplő Mecsek kórussal is, akik szintén örömmel vettek részt az ünnepi rendezvényükön.